Minden évben rendkívül sikeres a Panyolai Fesztivál. Naponta akár 2-3 ezer ember vesz részt a programokon. A kezdetben határmenti világzenei fesztivál mára már egy összművészeti rendezvényé nőtte ki magát, mondta el a Kölcsei Televízió 35 perc című műsorában a település polgármestere. Muhari Zoltán hozzátette, idén 15. alkalommal várnak mindenkit, elsősorban a családokat. Pénteken lesz a Vojtina Bábszínház egy diófás udvaron, Pulyasaroknak nevezzük, mert egyébként ez egy ilyen tájszó is. Ugyanitt lesz egy csupacsoda játszósziget, ahol nagyon sok játékkal ismerkedhetnek meg, ez mind kézműves játék. Aztán szombaton egy másik bábelőadást fognak látni a gyerekek, és ami a legérdekesebb számomra, és sokan hallhatták, vagy látták már, az az autós mozi projektünk, ami egy Porta programon található. Gyerekeknek most készülnek éppen az autók kartondobozból, festik a panyolai gyerekek most nyári szünet idején, és hogy 40-50 autót akarunk előállítani, vagy elkészíteni, amivel ugye egy sámlén ül benne a gyermek, és nézi a magyar népmeséket például. Panyolán a fesztivállal érintett területek csapadékvíz elvezető rendszere is megújult, hiszen két ütemben közel 700 millió forintos összköltséggel fejlesztik a település hálózatát. Emellett az óvodában is megvalósul egy beruházás. 600-an lakunk ebbe a csodálatos kis faluba, és egy pici óvodánk van, 16-18 gyermek jár két faluból, és hát ide nekünk mondhatni egy kicsit elég is ez a méret, egy 5 millió forintot nyertünk a óvodánk udvarának a felújítására, egy új játszótér lesz. Egyébként van egy csodálatos játszótere a falunak, környező településekről is jönnek, de azért a gyerekeknek a zárt óvoda udvaron, ott megújul most minden is. Ennek kifejezetten örülünk, hiszen még az összeg a másikhoz eltörpül, de jelentőségét tekintve szerintem sokkal többet hoz nekünk. A Panyola Festre az augusztus 6-a és 8-a közötti hétvégén várják az érdeklődőket.